felborul, és érzik, hogy a fájó könnye hull. A citadellán csendes muri vár, hisz fenn a nyári szellőn muzsikál. Aki nem látta, úgysem hiszi ezt, a kék Duna is valszerezni kell. Még fenn a hold is kiragyog, mert legszebb ott az est. Hol a csillag fényben mosolyog, az édes drága Budapest. A hidegháború lezárása fő vonalakban történő, de nem teljesen, fő vonalakban történő befejezése után egyre több történész, egyre több hadtörténész és diplomácia történész elkezdett foglalkozni a hírszerzés történetével. Lassacskán már ez egy külön diszciplína. Az az igazság ugyanakkor, hogy nagyon nagy titkok lapulnak még a különböző szaklevéltárakban. Ezeket a titkokat őrzik a mostani államok, olykor egészen régi dolgokat sem lehet úgy kutatni, vagyis teljes egészében nem lehet kutatni. Volt egy tanárom, volt egy főnököm, Perényi József egyetemi tanár, sokat tanultam tőle, és ő egyszer kifejtette nekem törökországi tapasztalatai nyomán, hogy ahogyan keletre indulunk, és hát Törökországban sok mindent tapasztalt, mert a II. Világháború idején ott dolgozott, papíron a gazgyár képviselőjeként, valójában inkább tudósként működött ott, és megtanult jól oroszul, hát kiválóan megtanult arabul és törökül, és még a szláv nyelveket is studírozta, aztán a háború után Moszkvában volt, a magyar követségen sajtóattaséféle, és ott is, meg máshol is keleten azt tapasztalta, hogy keleten nagyon nehéz kutatni a levéltárakban. De azért ez nem teljesen így van. Hadd vitatkozzak a néhai tanárommal. Közel 30 vagy inkább 50 éve tudunk részleteket az amerikai függetlenségi háborúról, 18. század, amikor is kiderült, hogy a Washington féle felső adminisztrációban, a toppon, a csúcson, volt egy ilyen miniszter, az adminisztráció egyik feje, és Washington bizalmasa, akivel Washington megosztotta a legnagyobb titkait, az angolok ellen folyó háborúval kapcsolatban, terveivel kapcsolatban, ezeket a titkokat fekete-fehéren kiszolgáltatta sifrírozott levelekben, vagy futárok révén az angoloknak. Nemrég tudtuk meg csak, hogy ki az illető, mondom, hogy 30 vagy 50 esztendeje, és amikor felmerült Londonba, kérdezték is a hatóságokat, hogy miért csak most tudunk erről. Miért olyan nagy titok ez? Akkor az angol miniszterelnök egyik fontos tanácsadója, aki éppen a különböző hírszerzéseket felügyelte, azt mondotta volt, neki is vannak utódai az Egyesült Államokban, vagy talán itt Angliában, nem szabad kiszolgáltatni őket, hogy hát az ősük kémkedett az angoloknak az amerikai függetlenségi küzdelem háború idején. Azért sokat tudunk ahhoz képest, amit korábban tudtunk. Ott van például a Cambridge-i ötök esete. A Cambridge-i ötök az angol arisztokrácia csúcsairól nagyrészt jött egykori Cambridge-i diákok, akik egy ilyen láncot alakítva segítették egymást, és a szovjeteknek kémkedtek, hírszerzést folytattak. Volt mindig a londoni szovjet követségen felső kapcsolatuk, úgy kémkedtek a szovjeteknek, hogy nem pénzért tették ezt főleg, hát kaptak valamennyit, de nem sokat. Az igazság, hogy baloldali érzelmű emberek voltak, és akkoriban nagyon sok ember Európában, meg szerte a világon úgy segítette a Szovjetuniót, hogy ez a proletárok közös hazája, ez a jövő társadalma, ez egy csodálatos ország. Hát azok az emberek viszont, akik kapcsolatban álltak velük, akik a Szovjetunióból érkeztek az Egyesült Államokba, híres hírszerzők Angliába, Németországba, Franciaországba 30-as évek közepén, mind kipusztultak szinte,
mind elpusztultak. Volt egy olyan rövid időszak Hitler hatalom átvétele után, 37-ben Berlinben nem is működött a két szovjet rezidentúra, a GRU, katonai hírszerzés rezidentúra és az INO, vagyis a szovjet belügyi népbiztosság hírszerzésének, felderítésének a rezidentúrája, és Jezsov, a véreskező belügyminiszter kezében összefutott a kétfajta hírszerzés, ebből sok jó nem származott. Nekem volt egy szovjet híres, egykori szovjet hírszerző ismerősöm, szegény ördög, egy nagyon lepusztult moszkvai lakásában élt a nyugdíjas feleségével, alig tudott megélni ebből a nyugdíjból. Három nagy történelmi tett, idézőjelben mondom, hogy történelmi tett, de hát félig meddig igazam is van. Ha az szó eredeti értelemben hozakodok elő az ő tevékenységével, a II. Világháború vége felé Julius Rosenberg, általában Rosenberg házaspár, és jó néhány az atomkémkedéssel is foglalkozó amerikai magas értelmiségi felső kapcsolata volt, noha egy abszolút félig műveletlen ember volt, saját bevallása szerint, munkás közegből jött, mérnök volt, aztán véletlenül bekerült a belügy kötelékeibe is az Egyesült Államok hírszerzését, megcélozva, az Egyesült Államok hírszerzésével megküzdve a Rosenberg házaspár és más amerikai kémeket sikerült neki irányítani, mégpedig sikeresen. Aztán a 40-es években már műveltebb ember volt, és kiküldik Londonba kultúratasénak, sajtóatasénak. G.B. Shaw az egyik mentora, barátja, és neki sikerült kicsempészni Angliából egy Klaus Fuchs nevű német antifasiszta fizikus segítségével a hidrogén bombára vonatkozó szupertitkos iratokat. És utána a 60-as években már ezredesként Washingtonba dolgozott a 60-as évek elején egy Scali nevű amerikai hírszerzővel, újságíróval tartott kapcsolatot, az illető Scali pedig jóba volt a Kennedy testvérpárról. És az Egyesült Államok és a Szovjetunió majdnem összecsaptak a karibi válság során, ez a Fekliso Fomin álnéven pedig tartotta Scalival a kapcsolatot, és mentek a titkos táviratok általa és Scali által Moszkvából, Washingtonba is fordítva, és a világ szinte így úszta meg a harmadik világháborút. Sokban nekik köszönhetően. Ezt a fekték szóval felkerestem, vittem neki Budapestről gyógyszereket, hát fizettem is valamennyit a beszélgetéseink során, mert fölvettem kamerára, videokamerára, fölvetettem ezeket a beszélgetéseket. És egyszer Fekliso olyan szomorúan elszólta magát, ha az Egyesült Államoknak kémkedek, amerikai állampolgárként, nekem már Floridában és San Francisco mellett van villám. Ha Angliának kémkedek a II. Világháború alatt és utána, akkor nekem akár a karibi szigeteken, valahol Virginia környékén van egy villám, és London belvárosában egy jól jövedelmező sarokházam és rengeteg részvényem. Hát itt maradtam, tábornok sem lettem, a Szovjetunió hőse sem lettem túlélőként, de azért csak érdekes dolgoknak voltak a szemtanúi. Rögtön megkérdeztem, és Budapesten is járt? Hát azt mondja, átutazóban voltam, Berlin és Bécs között megszálltam Budapesten, és Budapesten volt nekem egy barátom, akivel együtt léptünk be, az NKVD, a politikai rendőrség hírszerzési részlegének a kötelékében, ő is hírszerző, vagyis kém volt, aztán Budapesten már, mint műszaki értelmiségi tevékenykedett fedésben, neki az volt a feladat, hogy ellenőrizni, hogy a szovjet mérnökök hogy szerelik le Magyarországon a német tulajdonú vagy a vegyes tulajdonú, sok vita volt e körül magyar hatóságok és a Szovjetunió között, hogy kell ezeket leszerelni, és hogy milyen vállalatokat kellene leszerelni, és jól dolgozott. És megkérdeztem tőle, na is a mi szempontunkból nézve, és hát Fekliso a hírszerzésre gondolt, Budapest egy fontos központ most? Azt mondja, papíron nem. Magyarország már nem határmenti ország a mi szempontunkból nézve. Mi megszálltuk Magyarországot. A limes, a határ ott van Bécsnél, mert Bécs egy része és Ausztria egy része szintén szovjet megszállás alatt áll.
de Budapest, mint regionális központ, nagyon, de nagyon fontos. Innen Prága felé, Belgrád felé, Bukarest felé és Bécs felé nagyon könnyű kicsapni. Azért tartunk itt fönn egy népes kolóniát, hogy Budapest egy ilyen jól működő, hírszerző és diplomata és katonapolitikai központ legyen. Most nem ilyen népes, de valójában Budapest is centruma volt a szovjet hírszerzésnek. Én azt állítom, hogy a végén már regionális központ. A 30-as évek második felében, miután a Szovjetunió diplomáciai kapcsolatot létesített a Horthy-féle Magyarországgal, és főleg a 40-es évek legelején, amikor egy rövid intermezzo után, egy rövid szakítás után ismét létrejönnek ezek a diplomáciai kapcsolatok, még inkább felerősödnek egy ideig román ellenes alapon, és nagyon képzett szovjet hírszerzők működtek Budapesten, és Lyachtyerev ezredes, akiről előadásunkban bőven szó esik majd, Lyachtyerev ezredes itt, meg Berlinben, meg Bécsben, meg Prágában megszerzi azokat az iratokat, amely iratok szerint a Barbarossa terv alapján Németország támadásra készül a Szovjetunió ellen, de hát Sztálin nem nagyon bízott ebben az egész hírszerzésben, sikerült is lefejezni a hírszerzésnek 1937-ben, 38-ban, és hát Lyachtyerev nem dicsült meg, noha Budapesten hatalmas és sikeres akciói voltak. Kincses Kolozs várom, de szép volt az álmom, azt álmodtam, megjött a párom. Lent a szamos partján szerelmesen várt rám, de nagy kár, hogy minden csak álom. Minden dohos madárnak már van párja, csak az én bánatom senki nem látja. Kincses Kolozs várom, de szép volt az álmom, azt álmodtam, megjött a párom. De menjünk tovább. Magyarország és a Szovjetunió tudva levőleg nagyon későn létesítettek a 30-as években diplomáciai kapcsolatokat, amikor már a legtöbb ország diplomáciai kapcsolatban állt, de jure a Szovjetunióval. De Magyarországnak még gazdasági kapcsolatok is nagyon nehezen alakultak a Szovjetunióval, ez főleg egy ilyen ideológiai ellentéthez is kapcsolódott, de nem csak. De viszont Bánfi Miklós gróf 1922-ben, Rapallóban, egy nemzetközi értekezlet szünetében már felvette a kapcsolatot Csicserinnel, szovjet külügyi népbiztossal, akkor még szovjet-orosz külügyi népbiztossal, és megállapodtak, hogy törekszenek majd normalizálni ezeket a kapcsolatokat, hát valljuk be, erőteljesen román ellenes alapon. A megcsonkított Magyarország síratta, fájlalta Erdély elvesztését, amely területileg nagyobb volt valamennyire a Trianon által megcsonkított Magyarországnál, tehát a törzs területnél, és a Szovjetunió pedig nem volt hajlandó beleegyezni, hogy Beszarábiát, a polgárháború zűrzavarát kihasználva Románia megszállja, és még partizán osztagokat is küldött rendszeresen a Szovjetunió, és a magyar diplomáciai kar különböző európai városokban sokat hallott erről, főleg Berlinbe, és partizán osztagok mentek át, és lecsaptak a különböző kisebb román garnizónokra. Háborús helyzet volt ott Románia körül, Bulgária, Magyarország és a Szovjetunió így körbe láncot alkottak, de hát nem voltak egymással jó viszonyban, szövetséges viszonyban. Ennek a román ellenes alapon lévő közeledésnek nagy híve Taróczi Nándor ezredes titkos misszióval Moszkvába érkezett, és tárgyalt ott Aralovval, Rothsteinnel és más szovjet vezető katonai politikusokkal és diplomatákkal, és nagyon közel jutott el, amúgy is a 20-as években Magyarország, hogy felvegye a Szovjetunióval a diplomáciai kapcsolatokat, de hát a magyar parlament ezt nem tudta, nem akarta ratifikálni. De a két ország hírszerzése között, főleg Bécsben és Berlinben azért voltak összeköttetések, és például Abele Ferenc báró, és érdekes egy Stojakovics Demeter, Stojai Döme, a későbbi
szélső jobboldali magyar miniszterelnök, ők rendszeresen találkoztak olyan szovjet diplomatákkal, akik diplomáciai fedésbe, de a szovjet 700 is képviselik Berlinbe, és hát minden magyar akkori követségre, mert Magyarország nem működtethetett a katonai attasék rendszerét, az küldött olyan katonatiszteket ezekre a követségekre, akik tulajdonképpen a hírszerzést is képviselték, és ilyen volt például Taróczi Nándor Helsinkiben és Revalban, Észtország fővárosában. Na most akkor is a Szovjetunió beküldött ám hírszerzőket Magyarország területére, mégpedig a hazatérő hadifoglyok között bőven beszerveztek olyan embereket, megbízható pártagukat, vagy a Vörös Hadsereg egykori alacsony rangú tisztjeit. Most egy része, akiket sikerült a szovjeteknek beszervezni, hazajött és megszakította ezeket a szovjet vagy baloldali kapcsolatokat. Volt, de nagyon kevesen voltak ilyenek, akik tulajdonképpen utaltak is erre, hogy ők feladattal jöttek, de hát szó sincs róla, így akartak kiszabadulni a vörös pokolból, de bőven akadtak olyan volt hadifoglyok, akik folytatták ezt a munkát, és 1930-as évek elején egy Valentin nevű volt vörös parancsnok, aki nagyon későn érkezett Magyarországra, egy olyan ötlettel lepte meg a moszkvai előjáróit, de innen Budapestről kiment Bécsbe, és ott találkozott az összekötőjével, hogy Magyarországon több volt hadifogoly, szeretne kiadni albumokat a hadifogói mozgalom történetéről, és egy hadifogói magyarok története ilyen folyamot is szeretne publikálni. Ő kér némi pénzt, hogy ezeket a ismerőseit datálja, és ezeket az embereket föl lehet használni, hogy járják a magyar vidéket, esetleg átmennek Felvidékre vagy Erdélybe, ott is találkoznak volt hadifoglyokkal, és hát összegyűjtik a szovjetek számára az információt. A kötet minden esetre megjelent, de hát mivel a szovjet levéltárok ilyen szempontból totálisan zárnak most is, nem tudjuk, hogy ez az információ milyen volt, és megérkezett-e egyáltalán, és ha megérkezett, akkor milyen minőségű volt ez az információ. Magyarországon egy ideig a Magyarországgal szembeni szovjet hírszerzést egy kapitány Gyula nevű százados magyar emigránsok tréfálkoztak is Moszkvába, a magyar klubba, te kapitány, te egy kapitány voltál, vezérkari tudással rendelkező kiváló katonai koponya, elme, ő irányította a hírszerzést és a kémelhárítást, de nagyon korán meghalt. És amikor a Szovjetunió felveszi Magyarországgal a diplomáciai kapcsolatot, rögtön szóba jött, még nem is volt meg a szovjet követség épülete. Ez nem a mostani orosz követség, hanem szemben, ahol a kereskedelmi kirendeltség van, ott az Aradi utca sarkán, ha jól emlékszem, és az volt, bérelték azt a házat, nem vették meg, és az volt a szovjet követség. És ott kulturális attaséként dolgozott egy Szemjon Mirni nevű, volt terrorista, nagyon fiatal ember volt, amikor Bulgáriába szállított fegyvereket, amikor Bulgáriában és Romániában illegálisan tevékenykedett, kapcsolatban állt ezekkel a bizonyos partizánokkal, akik Beszarábiában és a bolgárok által elvesztett Dobrudzsában is tevékenykedtek a bolgár kommunista pártnak. Volt egy 6000-5000 tagból álló, nagyon erős félkatonai titkos szervezete. A lengyeleknek még nagyobb, 6-8000 főből álló félig illegális katonai szervezete. A Szovjetunió készült azért visszaszerezni a tőle, a cári birodalomtól még elcsatolt területeket. Finnországba is betörtek olykor vörös hadsereg egységei, de a finnek is átmentek szovjet területre. Egy kompország létezett, finn munka kommun néven Finnországgal átelemben. Romániával szemben egy moldáv szovjet-szocialista autonómia létezett Szovjet-Ukrajna területén. Tehát ez egy nagyon zavaros világ volt, és változatlan nagyon rossz volt a Romániával a diplomáciai kapcsolatot. És ezt a Szemjon Mirnit, nagyon fiatal ember volt még, de egy nagyon kölyökképű ember volt, majdnem ide telepítik Budapesten, kultúratasséként, művelt fiú volt, Odesszában jobb körökben forgolódott valaha. Ő segített egyébként Ijes Gyulának, akinek fogalma sem volt, hogy ez egy szovjet hírszerző.
összeállítani, pontosabban Moszkvából megszerezni a különböző jogi engedélyeket, meg a könyveket a mai orosz Decameron című nagyon magas színvonalú válogatást. Ezt a Semyon Mirnyit én megismertem. Na persze nem akkor a II. Világháború előtt, amikor bőven még nem éltem, még a szüleim gondolatában sem léteztem, hanem valamikor a 60-as évek végén végzős diákként jártam először kutatni Moszkvába, és volt ott Viktor Dálin nevű atyai barátom, a család régi ismerőse, 16 évet töltött a Gulágon, a francia forradalom és általában a Franciaország történetének nagyon jó tudora, és sokat szenvedett ez az ember, ő Odesszából jött valaha, Trocki híve volt a 20-as évek közepén, és neki volt egy Semyon Mirny nevű trockista barátja. Csak hát Dálin folytatta, nem ismerte el a sztálini rezsimet, titokban szervezkedett is, később így került a Gulágra. Semyon Mirny pedig szakított a trockistákkal, talán nem is tudtak erről sokat, és beállt a sorba. Semyon Mirny akkor a moszkvai Lenin könyvtár fő bibliográfusa, tehát nyugdíjas bibliográfusa volt már, egy párszor összejöttem vele pont Dálinék lakásán is. Dálin egyszer elszólta magát, nem mondott részleteket, csak azt mondja, ez a mi budapesti emberünk. Rögtön felismertem Graham Greene regényének a címe, a mi havannai emberünk. Dálin arra célzott, de nem mondott megint csak részleteket nekem, hogy ez egy szovjet hírszerző volt, egy kém Budapesten. Mirny nem mesélt erről szinte semmit, de rengeteget megtudtam a szovjet élet hétköznapjairól tőle, és rengeteget tudtam a korabeli Budapestről. Szerette Budapestet, és magyarul megtanult, de nem túlzottan jó. Arról viszont nem hallgatott, hogy Budapest után valamilyen botrányuk árán a Skandináviába került, és ott Kolontai asszony, a világ első női diplomatája, hát munkatársa, ezt nem mondta, de azóta a szakirodalomban ez bőven szerepel, és utolsó nagy szerelme lett. És ebből is botrány lett, és akkor hazahívták, és a háború alatt büntetésből a Lenin könyvtárba került, ahol többek között a magyar könyveket kellett neki beszakozni. Mirny rengeteget azóta, ez bőven kiderül, mivel Mirny rengeteget járt Bécsben, nagyon sokat járt Prágában és Berlinben. Ő volt egy regionális, bár nagyon kis létszámú képközpont irányítója itt Budapesten a szovjet követségen. Aztán Mirny elkerült Budapesten, de egy másik hálózat, mert Mirny a katonai hírszerzés, a GRU képviselője volt Budapesten, és Begzerján nagykövet pedig a hagyományos, a civil hírszerzést képviselte. Akkor még ez szabad volt, később Sztálin az 1940-es években hozott egy olyan döntést, hogy lehetőleg a nagykövetek hivatalosan legalábbis ne vegyenek részt semmifajta kém akcióban. Na most Begzerján örmény volt, a 20-as években nagyon nagy szerepet játszott Örményországban, Sztálin nem szerette, nagykövetként lényegében a büntetését töltötte nyugaton. Egy élveteg ember volt, prostituáltakkal találkozott, és a magyar rendőrség, amely követte minden lépését, egy egész nagy lajstromot vezetett, hogy milyen prostituáltakkal is hol találkozott, bejár a magyar szőnyegkereskedők és általában üzletemberek irodáiba, kimegy Bécsbe, onnan becsempészett Begzerján Magyarországra szőnyegeket, ezeket átvették a magyar szőnyegkereskedőt, de neki is jutott, gazdag ember volt. Volt neki egy sógora Konstantinápolyban, vagyis Sztambulban, ezzel a sógorral is kapcsolatban állt, üzleti kapcsolatban, de ez a sógor is kémkedett a szovjeteknek, és működtetett a sztambuli örményekből álló kémhálózatot. Amikor Begzerján elindult Törökországba, a török diplomácia és a török hírszerzés olyan nagyra tartotta őt, ő is egy ilyen regionális főnök volt, hogy vagy Bukarestbe, vagy Belgrádba elébe mentek is nagy tiszteletnek örvendett Kemal Atatürk Törökországában. Na most Begzerján büszke volt arra, hogy a magyar elit tagjai, grófok, miniszterek és mások nála ebédelnek. Mirnynek viszont az volt a véleménye, hogy ismerkedni kell lent, és minél szélesebb körül hálózatot kell létesíteni Magyarországon, lehetőleg nem kommunista érzelmű embereket bevonva,
ebbe a hálózatba, mivel ezek az emberek amúgy is nyomás alatt vannak, és amúgy is figyeli őket a magyar politikai rendőrség. A szovjet követség körül, tehát a Bajza utca sarkán és másút, 5 detektív, köztük doktori ranggal rendelkező, meg nagyon ilyen nemes előkelő családokból származó detektív, tehát nem egy ilyen pályakezdő emberek, vagy marginális emberek, állandóan strázsáltak. Nem volt nekik engedélyük megállítani jobban felöltözött emberekre, miniszter is lehet az illető, híres festő is lehet, mint Kerstok Károly, aki a szovjet nagykövet Begzatyán egyik legjobb barátja volt, és segített neki képeket gyűjteni, meg műtárgyakat gyűjteni, adott ötleteket, de általában sikerült megállapítani a detektíveknek, hogy kik járnak a magyarországi szovjet követségre, mivel ezek általában kocsival érkeztek, vagy saját gépkocsin, volt sofőrjük, vagy ők vezettek, vagy pedig taxival érkeztek, és abban a pillanatban a szemközti telefonfülkéből az egyik detektív telefonált a budapesti főkapitányságra, és kiderült, hogy hát ezek az emberek honnan érkeztek, kicsodák. Nekem egyébként nagy meglepetés volt, hogy azért egy jó pár baloldali értelmiségi is bejárt oda, Bálint György, meg Földes Ferenc, meg Pikler, Emmi, meg mások is mind kocsival érkeztek, általában nem is taxival, hanem saját kocsival. Úgy látszik, az autó bizonyos körökben már olyan 38-40 körül nem volt egy annyira luxus cikk Magyarországon, legalábbis ezekből a rendőr jelentésekből kiderült. Aztán Begzerdjánt hazahívják Moszkvába, letartóztatják, megkínozzák, az egész hatalmas vagyonát itt hagyta Budapesten, külön bizottság száll ki Moszkvából, hogy ezt a vagyont el kell kobozni a szovjet állam javára, közben a követség munkatársai a vagyonnak körülbelül a felét, szőnyegeket, pipagyűjteményt, óragyűjteményt, tehát szétmondják. Hát a belég züllött életformát is éltek akkor már, általában csak egy nap a világ hangulat uralta a szovjet követséget. Úgy Magyarországon a szovjet követségre sikerült egy bravúros akcióból beküldeni oroszul jól tudó, ott dolgozó kémelhárítókat vagy ügynököket, és azok mindent jelentettek. És hogyha Mirni mondjuk eltépett egy papírust, vagy Begzadján bedobta a szemétkosárba, kicsempészik onnan, összeragasztják és le is fordítják azonnal. Az 1938-os bécsi döntés idején a magyar követség még inkább felértékelődött. Általában a bécsi döntés nyomán Bécsből ide átteszik a szovjet hírszerző infrastruktúrájának egy részét, és viszont a magyar követségen nemigen dolgoztak Moszkvából küldött magyarok. Tudtak magyarul fedésbe, nagyon rosszul beszéltek a követségen magyarul a szovjet munkatársak, és ugyanakkor a magyarok a szovjet hírszerzés nemzetközi struktúrájában, főleg Európában óriási szerepet játszott. Steinbrück Otto, a volt hadifogoly, aki 1920-ban egy ilyen titkos katonai iskolát is működtetett, Pétervárot. Steinbrück Otto a szovjet civil, majd a katonai hírszerzés egyik kulcsembere. Gavro Lajos, hadosztályparancsnok, egy Kínában és Bécsben is egy ideig nagyon kulcs szerepet játszott, nagyon fontos szerepet játszott a szovjet hírszerzésben. Máli Tivadar a Cambridge-i ötök beszervezését intézte az elején. Kidas Viktor, a Németországban tevékenykedő német antifasiszta illegális mozgalom és a szovjet hírszerzés közötti egyes számú összekötője volt. De egyikük sem dolgozott Budapesten, mivel ezeket mind többek közt ezért az 1930-as évek vége felé Moszkvában vagy máshogy kivégzik, és általában a magyarokat akkor kipucoltatják a szovjet hírszerzés kötelékeiben. Sztálin, Jezsov belügyi némbiztos, és általában a szovjet pártvezetés úgy döntött, hogy ezek az emberek, többek közt ezek a magyarok, mind árulók, ügynökök, és jó lenne tőlük megszabadulni. Most a Rónán nyár tüzében ring a déli bár, tüzek gyúlnak,
Csillagnak vakit a fény, ragyog a világ. Dombok ormain érik már a por, s valamennyi vén akácva mennyasszony csokor. Zöld arany a pázsit sejme, kék ezüst a tó. Csendes éjjel halkan felsír a tárogató. Ott, ahol zúg az a négy folyó, ott, ahol szenvedni jó, hol csodás tündéri tó felett kacag, s nézi benne tűz arcát a lag. És itt álljunk meg egy pillanatra. Komoly fordulatot jelentett az 1939-es esztendő, mégpedig két alkalommal, az év eleje és az év vége, inkább késő össze, amikor is Magyarországgal a Szovjetunió először lényegében megszakítja, hát szünetelteti úgymond a diplomáciai kapcsolatokat, és amikor nagyfokú közeledés indult el német közvetítéssel az 1939-es esztendő végén a Molotov-Ribbentrop paktum megkötését és Lengyelország lerohanását a két ország részéről követően. Az az igazság, hogy Litvinov külügyi népbiztos helyzete nagyon megrendült 1939 elejére, de még sok mindent ő döntött, és ő ráveszi Molotovot és ráveszi Sztálint, hogy Magyarországgal meg kéne szakítani diplomáciai kapcsolatot. Magyarország egy kolonc, vélekedik Litvinov ezt a szót használva, ezt másoknak is elmondja a külügyi népbiztosság irodájában, és hát Litvinovra sokáig, egészen 1939 tavaszáig úgy néztek föl a munkatársai, mint egy istenre. Sztálin is korábban nagyon becsülte, saját nyaralóját odaadta Litvinovnak, miután ő elintézte, úgymond, hogy a Szovjetunió diplomáciai kapcsolatot létesít, szinte az utolsók között az Egyesült Államokkal, mármint az Egyesült Államok az utolsó volt a világ nagyhatalmai sorában, tehát Angliát, Franciaországot, Japánt jóval nem megelőzve, hanem jóval lemaradva az országoktól, akkor létesült ez a kapcsolat, és Roosevelt pedig kimondott tisztelettel fogadta Litvinovot. Sztálinnak ez nagyon jól esett, és miután a Szovjetunió belépett a Népszövetségbe, és Litvinov, aki nagyon lentről jött, aki egyáltalán nem előkelő családból származott, mint elődje Csicserin, aki a cári külügybe lépett be először dolgozni, mint könyvtáros és archivista, és aki a moszkvai polgármesterrel, a ősi, nemesi, olasz eredetű családból származó, szintén Boris Csicserin rokona volt, Csicserini, ez volt a család eredeti neve. Na most Litvinov egyáltalán nem származott ilyen előkelő közegből, de ugyanakkor jól tudott angolul, jól tudott franciául és németül, és nagyon használható ember volt, és ő nem volt egy ilyen germánofil, nem volt egy német barát politikus, mint Csicserin, ő nem a versailles-i béke fölülvizsgálására és törekedett, és megmásítására törekedett. Litvinovnak inkább az volt a véleménye, egy megbékélési politika, hogy a volt antant országokkal és a kisantant országokkal szövetkezve kordában kell tartani Németországot, főleg Hitler hatalomra kerülése után. Magyarországot többek közt azért sem vette komolyan Litvinov, mert volt egy szívélyes és személyes jó barátja, Titulescu, román külügyminiszter, és amikor ott sétáltak a Genfi tó partján, ez egy állandó téma volt, hogy Magyarország, ez egy csonka ország, értelmetlen ország, nem is kell Magyarországgal komoly diplomáciai kapcsolatokat létesíteni a Szovjetuniónak. És amikor Magyarország, főleg taktikai okoknál fogva, de nem csak, belépett az úgynevezett anti-komintern paktumba 39 legelején, Litvinov
megértette, elérkezett számára az idő szakítani Magyarországgal is, elsöpörni Magyarországot a szovjet diplomáciai jövőbeni tervek útjából. Arra hivatkozott, hogy egy ilyen fasiszta tömbhöz csapódott Magyarország. Noha pont akkor javult a Németországgal való szovjet viszony, és Hitler az újévi fogadáson szépen, azt hiszem 8 percen át beszélgetett Merekálovval, szovjet nagykövettel, aki egyébként nem is tudott németül, de valahogy megértették Hitlerrel egymást, és megkérdezte Hitler például Merekálovtól, hogy miért hívják az ő fiát, újszülött fiát, Homérosznak. Hát ez egy görög név, hát milyen alapon. Nagyon kedves volt hozzá, és általában megindulnak a diplomáciai és főleg a gazdasági kapcsolatok iránti puhatolozások Berlinben is, és részint Moszkvában is. De Litvinov mégis kihasználta ezt, tehát Németország ennek a paktumnak, antikominten paktumnak a kiagyalója. Javulnak a viszonyok Olaszországgal, amúgy is nagyon jók a gazdasági viszonyok, jók voltak legalábbis éveken át, de Magyarországgal megszakítja a diplomáciai kapcsolatot Litvinov és a szovjet külügy. Ez az egész ellentmondásos időszak egészen 1939 késői őszi időszakig tartott. És utána német közvetítéssel, miután rendkívül jó lett a viszony a Szovjetunió, sztálini Szovjetunió és a náci Németország között, és miután Litvinovot Molotov és Sztálin nyomására gyakorlatilag háttérbe szorítják úgy, hogy a nyaralójában tényleg pásztortüzet rak, és ott saslikot süt a családjának, és nem is találkozik a különböző régi barátaival, de ha találkozik, és velük mérhetetlenül elítéli Molotovot és Sztálint a hibás külpolitikai döntéseikért, ő barátok pedig hát kényszerűségből olykor följelentik Litvinovot, Sztálin olykor még arra is gondol, jó lenne őt letartóztatni, egyébként volt egy olyan terve Sztálinnak, hogy egy merényletet kellene ellene készíteni, nyaralója irányába, amikor gépkocsival ment Litvinovot, volt egy ilyen kanyar, és ott kellene egy nagy teherautót rázudítani Litvinov kis Packard kocsijára, no de mindegy, és akkor viszont 39 őszén a Molotov-Ribbentrop paktum megköstését követően, és Ribbentrop két nagyon sikeres, Németország, német náci külpolitika szempontjából nézve moszkvai útja után, Németország elkezd közvetíteni. Rómában és Ankarában is folytatódnak a tárgyalások, és akkor vezető szovjet diplomata Szóric, egyébként Litvinov jó barátja, tárgyal magyar diplomatákkal, hogy helyre kell hozni a kapcsolatokat. Annyira megjavultak ezek a kapcsolatok nagyon rövid idő át, mivel a Szovjetunió Románia ellen egy szabályos offenzívába kezd, mivel Sztálin elmondja Szaradzsoglu, a török külpolitika irányítójának Moszkvába, hogy lényegében Magyarországnak igaza van a diplomáciai és hát terület korrigáló törekvései során, a török jegyzőkönyvben sokkal részletesebben szerepel egyébként, mint a szovjet jegyzőkönyvben. Miután Budapestre megérkeznek diplomaták, de jellemző módon az előző, a Begzagyán korszakból senki nem jött, és nincs is kontinuitás, és miután született egy döntés, hogy katonai attasé is érkezik Budapestre, és Budapestre elküldik akkor Lehtyerev ezredest, a szovjet katonai hírszerzés csúcsán álló, kitűnő, szakmailag kitűnően működő katonatisztet, akinek óriási sikerei vannak Budapesten, és aztán ő igazán egy regionális központot kezd működtetni, sokkal nagyobb elánnal, és hát főleg sokkal nagyobb lehetőségei is voltak, mint Szemjon Mirni tette ezt korábban. Egyébként nagyon érdekes, hogy szovjet katonai attasé nem volt, hát Szemjon Mirni diplomáciai fedésben dolgozott, nem volt Budapesten, és Szuhorúkov Szófiából, egy ezredes, nagyon sikeres hírszerző, beszervezte például Drázsa Mihajlovicsot, jugoszláv kollégáját, aki aztán a II. Világháborúban angol barát, partizán mozgalomnak lett a főparancsnoka, vagy pedig Orlov, hadtest parancsnok Berlinből, az ottani katonai attasé,
képviselték tulajdonképpen csak papíron, lényegében nem nagyon jártak itt Budapesten. A Szovjetuniót jól lehet, szeretek volna jönni nagyobb magyar hadgyakorlatokra, de hát általában ez nem jött nekik össze. Szuhorovkovot egyébként letartóztatják, annak ellenére, hogy a fél Balkánt úgy ismerte, mint tényleg, mintha ez az ő lakása lenne. Albániától és Görögországon át Törökországig mindenhova eljutott. Orlov tábornokot, aki egy sebesült ember volt a polgárháború idején, egyike a legsikeresebb szovjet katonai hírszerzőnek és hadvezérnek, Orlov tábornokot szó szerint agyonütik, és addig ütik a kihallgatása során, amíg kinyomják az egyik szemét, aztán megbénul a lába, és utána pedig hát megijednek a kihallgató tisztek, és főbe lövik, és arra hivatkoznak, hogy ő szökni próbált. Hát ez egy nonsens. Na most megérkezik Budapestre végül tehát Lyagtyerev ezredes, két munkatársával, Kocsegárov titkárral, és egy őrnaggyal, Arzamaszevvel, aki az ő hát adjutánsa papíron, valójában ő is egy nagyon neves hírszerző, de Lyagtyerev már korábban nagyon sokat volt külföldön, Prágában, Berlinben, Bécsben, Párizsban, jól tudott franciául, jól tudott németül. Tanult a Szovjet Vezérkari Akadémián, egyébként egy nagyon szegény családból származott, Mogiljovból, utálta a Szovjet Uniót megelőző cári rezsimet 1917 legelején, azt hiszem januárban, nem sokkal a cári rendszer összeomlása idején, az öcsével és a bátyával ott sétáltak, és jött a cár. Mogiljov az az orosz hadsereg főhadiszállása volt, a lovas kozákok a tömeget elkezdték elválasztani, a cárt ijeszte a tömeg pedig, és az egyik lovas kozák agyon taposta, és hát meghalt pár nap múlva Lyagtyerev későbbi szovjet ezredes testvérbátyját. Ő egy ideig 21-22-től a Vörös Hadseregben, inkább ugye a Málha körül, a logisztikai eszközöket őrizvén, alacsony beosztásban szinte közkatona volt, és utána különböző tanfolyamokat végzett. És egy jó képességű ember lehetett. Ő írt a II. Világháborút követően egy tankönyvet a katonai hírszerzők számára. Ez egy magas színvonalú tankönyv. Magam is láttam, valaha a Lenin könyvtár zárt részlekében volt. Lyagtyerev megérkezik Budapestre, feleségével, fiával és lányával, ezek még elég kisgyerekek. Gál Franciska férje, a híres színésznő, a Szovjetunióban ő volt a szexszimbólum a filmekben, a háború után, amikor 45-46-ban ezeket a filmeket vetítették a Szovjetunióban, tényleg kiürült a város, mindenki moziba próbált bejutni. Ő járt Moszkvába is, Vorosilov marsal meghívására részt vett a Vörös Hadsereg és a szovjet sportolók egyik vöröstéri bemutatóján, ahol Sztálin is megjelent, és Eisenhower is, amerikai tábornok, négycsillagos tábornok megjelent. Na most Gál Franciska férje építész volt, de ők akkor éppen külföldre készültek, nagyon nem tetszett nekik a náci Európa, és általában valahogy ilyen ellenzékbe vonultak félig meddig, és bérbe adják a házukat. Olyan hatalmas lakás volt ez, és olyan hatalmas erkély, több mint 100 négyzetméteres erkély volt, hogy hát a család csak úgy áradozott képes erről. Lyagtyerev nagyon ügyes ember volt, mert ő találkozott a saját beszervezett, nagyon gyorsan lettek neki ügynökei, beszervezett hát kapcsolataival. Volt köztük magyar, magas, beosztású tisztviselő a külügyből. Volt köztük nagyon gazdag üzletember, aki egyszerűen utálta a kommunistákat, utálta a Szovjetuniót, de tartotta a markát. De hát ezekkel találkozni kellett, és hogyha a szovjet követség körül, amint említettem volt az előbb, 5 detektív tartózkodott, ki tudja hány detektív jártott a környékbeli utcákon, utcai spicli a környező utcákban, hát a Lyagtyerevet katonai attasét még inkább figyelték, vizsgálták. Saronov új szovjet nagykövet, aki korábban Varsóban dolgozott, aki vezető beosztású szovjet gazdasági ember volt, új diplomaták
működnek mindenhol, már a Litvinovi korszak után, ezek nem humán végzettségű emberek, ezek nem régi bolsevik pártok, akik több nyelven beszélnek folyékonyan, Saronov még kivétel volt, mert tudott németül és franciául, és Lektyerev is kivétel volt, mert katonai ataség egy része nem is tudott olyan nyelveket, állomáshelyük nyelvét nem ismerték, ott volt például Amaják Kabulov Berlinben, nagyon fontos szovjet hírszerző centrum volt Berlin a Hitler idején, és Kabulov akkor került Berlinbe nagyjából, mint Lektyerev Budapestre, egy kicsit korábban, és Amaják Kabulov nem tudott németül, és tolmács segítségével tárgyalt az általa beszervezésre ítélt hát emberekkel, és nem véletlen, hogy a náci rezsim küldött kettős ügynököket, hogy tárgyaljanak vele, mert négy szem közt azért sokkal jobban, nagyobb pszichológiai ráhatással lehetett volna leleplezni ezeket az embereket. Lektyerev elterjesztette a budapesti diplomáciai kolóniába, jobba volt nagyon az angol katonai attaséval is, noha Anglia akkor a Szovjetunió ellensége volt a II. Világháború kitörését érdekében. Egyébként Barclay de Tollynak hívták az angol, skót származású katonai attasét, aki a napoleoni háborúk nagy orosz hadvezérének, ugyancsak Barclay de Tollynak volt egy ilyen oldalági leszármazottja. És elterjesztett, állandóan vacsorázott velük, találkozott német katonai attaséval is, jobba volt Ermansdorf német nagykövettel is, nagyon szívélyesen társalgott, és azt mondta, hogy hát nekem nagyon nehéz Budapesten, itt kevés a barlang, én meg egy főállású barlangász vagyok. Ez elterjedt, és tényleg ott a Csepkőbarlangnál, Budán, máshol, és Budapest mellett is leszállt, vagy fölment, vagy leszállt a barlangokba, és a barlangokban, barlangok elején magyar turisták közé elvegyülve találkozott az általa működtetett ügynökeivel. Aztán a második bécsi döntést követően, de korábban is eljutott többször Lektyerev ezredes, azokra a Magyarországhoz került, visszakerült területekre, Kárpátalja, Erdély és Felvidéknek a déli része, amelyek stratégiai szempontból nagyon fontosak voltak az ő működése szempontjából. Volt olyan dolog is, hogy fényképezkedni kezdett Lektyerev, látszólag őt fényképezte a munkatársa, Arzamasse, valójában pedig magyar stratégiai fontosságú közlekedési csomópontokat fényképezett, és akkor a magyar rendőrök föltartóztatják őket, ilyen is volt. De általában vele nem nagyon kötekedtek, mert a román kérdés miatt, mielőtt még megköttetett a bécsi döntés, és miután a Szovjetunió elfoglalja Beszarábiát, magyar hatóságok számítottak arra, Csáki Külügyér is, Teleki Pál is, de nem is beszélve még a Szovjetuniót utáló, szívből gyűlölő és Hitler iránt még rajongással élő magyar katonai főtisztek, például Werth Henrik, hát ez egy komoly hatalom, ez egy nagy hatalom. Próbáltak például a Romániával való konfliktus kettős közepén venni a Szovjetuniótól nehéz bombázókat. Werth Henrik ezt elolvasta egy szovjet cikknek a fordítását, egy francia katonai szaklap, hogy néz ki egy ilyen modern szovjet bombázó, és teljesen föllelkesedett, és hát, ha olcsón meg tudják ezeket venni, mennyivel rosszabbak az olasz gépek, mennyivel rosszabbak az angol gépek, meg kellene venni a Szovjetuniótól. És akkor Lektyerev eljár, állandó jelentéseket ír, hogy a magyar csapatok, a német csapatok meg Magyarországon, Románia irányába átvonulnak, hány hadosztályból állnak, működteti azt a hírszerző hálózatát, és akkor még inkább megerősödik az ő helyzete, miután részint Németország, de ez már a legvégén, Németország megtámadja Jugoszláviát, és akkor a jugoszláv-szovjet követség, amely részt vett korábban egy német ellenes puccsal, annak előkészítésében az angolokkal párhuzamosan, de nem karöltve, az angol diplomáciai kar és hírszerző hálózattal párhuzamosan, az egész hálózat kénytelen nagyrészt elhagyni Jugoszláviát. Ez ők tovább mennek, de a jugoszláviai ügynökhálózat, többek közt orosz emigránsok, akik a szovjeteknek dolgoztak, ezek átjönnek Budapestre, és hát a szovjet követség rendelkezik ezek után a legnagyobb gépkocsi, saját gépkocsi parkjával Budapesten, mert a jugoszláviai követség
gépkocsijait, hát nem viszik tovább, hanem itt hagyják Budapesten. Jó szerint a Szakácsnak is van ezentúl egy saját gépkocsija. Lechterev katonai hírszerzőket is rendel, kéri arra a moszkvai centrumot, hogy küldjenek szovjet hírszerzőket. Ezek általában gazdasági emberek álcájában érkeznek, úgynevezett átvevők, akik átveszik a magyar áruk. Civil hírszerzők is vannak bőven. Én nem vagyok biztos abban, hogy Sáronov papíron is hírszerző volt, de hát ő a magyar társadalom legjobb oldali szélétől, egészen a kommunistákig tartott kapcsolatot sok mindenkivel, például Rajnis Ferenccel, a későbbi hát nyilas idők hírhet politikusával, aki szélső jobboldali volt már a 30-as évek második felében. Nagyon jóban van József Ferenc Habsburg királyi herceggel. Sokakkal van jóban, és amikor hadüzenetre kerül sor Magyarország és a Szovjetunió között, én beáll a háborús állapot, akkor a szovjetek itt a követségen hatalmas felvásárlási lázban égnek és élnek, akkor ajándékokat is hagy ezeknek az embereknek. Lechterev egyébként együttműködik egy ilyen alacsony beosztású szovjet diplomatával, Grigorjevvel, aki tulajdonképpen egy magyar emigránsnak a fia, Geiger Béla, korábban a szovjet rádió magyarországi adásaiban is dolgozott, aspirantúrára is járt, és őt viszont nem a katonai hírszerzés küldött ide, és érdekes, hogy a háború alatt egy ideig a szovjet külügy magyarországi vonatkozású fordítója és referensed egy Budapesten hírszerző. A magyar kémelhárítás sejti, hogy ő egy magyar eredetű ember, mert kiválóan tud magyarul, de nem tudnak rájönni arra, hogy ő ki fia Bória, holott ezt nem olyan nehéz lett volna leleplezni, mert Moszkvában működött egy magyar követség, és némely magyar emigráns azért szóba állt velük, ezekkel a magyar diplomatákkal arról ábrándoznak, hogy hazatérnek, mert Moszkvába folyik a külföldiek tömeges letartóztatása. Lechterev ezredes, miután kitör a háború, nem dicsül meg, holott nagyon mars fedőnéven nagyon sok érdekes információt küldött Moszkvába, és a Barbarossa terv lényegét leírja ezekben a jelentésekben majdhogy, és nagyon pontos tényeket is közöl a moszkvai főnökeivel, hogy hány hadosztály tör be majd a Szovjetunióba, és hát milyen irányba törnek be ezek a hadosztályok. Rövid időre Moszkvában rendelik tavasszal, ahol Visinszki helyettes külügyi népbiztos panaszkodik Lechterevnek, amikor fogadja, hogy Sáronov kitűnően beszél nyelveket, rendszeresen találkozik Wörlnével, külügyi államtitkárral, Csákival is sokat találkozott, és kérem szépen, leírja ezeket a beszélgetéseket, de hát analitikus képessége a nullával egyenlő, és Lechterev megvédi őt. Jó szándékú ember lehetett, bele is rúghatott volna Sáronov nagykövettel, de együttműködtek velő. És a II. Világháború idején ő Törökországba kerül, mint katonai attasé. Törökországban Lechterev ezredesnek, Nikolaj Lechterevnek az a feladata, Vinogradov nagykövettel, fiatal nagykövettel, nagyon tehetséges diplomatával, de összeférhetetlen emberrel karöltve, hogy ellensúlyozza von Papen, az előző német kancellár, a német nagykövet szovjet ellenes lépéseit, akadályozza meg von Papen kapcsolatait az angol szász erők törökországi képviselőivel titokban, figyelje az angol és az amerikai követséget is, létesítsen minél szélesebb körű török kommunistákból, baloldali emberekből, meg hát korrupt emberekből álló kémhálózatot, és többek közt akadályozza meg, hogy Magyarországon folytasson kiugrási tárgyalásokat sikerrel Törökországban. Hogy miért tette ezt Lechterev? Erről legközelebb beszélünk nagyon részletesen. A Dunaparton este zene szól, s valaki messze, messze valahol, a rádióra csendben leborul, és érzik, hogy a fájó könnye hull. A citadellán csendes muri vár, hisz fenn a nyári szellő muzsikál,
aki nem látta, úgy sem hiszi ezt, a két Duna is val szerezni kell.